Az erős szél miatt előbb lezárták, majd később mégis megnyitották az utat az ausztrál vadőrök, így a turisták még egyszer utoljára megmászhatták az Ulurut. Többen megtapsolták, amint a kaput megnyitották. Az emberek hosszú sorokban várakoztak, hogy feljussanak a sziklára. Szombattól ugyanis tilos felmenni az ausztrál benszülöttek szent helyére. Messziről utaztunk ide, emiatt nagyszerű, hogy végül fel tudunk mászni. Örvendeztek a turisták. Az Ausztrália közepén található óriási homokkő sziklatömböt az őslakosok kérésére zárják le örökre a hegymászók elől, akik csak mint turista látványosságként tekintenek rá. Tovább visszük elődeink örökségét azzal, hogy lezáratjuk a helyet. Van bennem egy kis szomorúság is, de sokkal több az öröm, hogy betiltják a mászást, és végre megadják a tiszteletet az őslakosoknak, mondta egy aboriginál származású vadőr. A világörökség részét is képező Uluru egyike a világ legszentebb helyeinek. Az ausztrál őslakosok egy része ma is rendszeresen elzarándokol ide.